De jelen nem volt szent, nem volt bolond, nem volt tökéletes, és nem volt átatlan. Mindezekkel ellentétben a néhai Velszi ember volt, az ember élét gyarlóságaival és szépségeivel együtt, bizonyos területeken kiemelkedő tehetséggel megáldva, más helyzetekben pedig talán pont hátrányból indult, mint az átlagember. A Lady Diana spencer vagyis a későbbi Velszi hercegnéről szóló videósorozaton második részében a Károly herceggel kötött eljegyzésétől a vállásig vezető időszakot igyekszem bemutatni 1985-ig, mindez pedig a lehető legnagyobb részletességgel, emberként ábrázolva a néhai hercegnét. Nem célom sem bemocskolni a hírét, sem pedig beállni azok sorába, akik gyakorlatilag szentélyavatták, sokkal inkább egy objektív képet igyekszek mutatni, helyenként a saját véleményemmel kiegészítve a videót. Ahogyan az első résznél, úgy itt is Tina Brown és Lady Colin Campbell életrajzai adják a videó alapját. Károly Herceg és Lady Diana Spencer eljegyzését 1981. február 24-én jelentették be, amikor kiálltak az újságírók elé, valamint egy nagyon rövid interjút is adott a pár. Ekkor hangzott el az azóta hírhetté vált mondás is a szerelemről, melyre Dee annyit mondott, hogy természetesen, míg Károly válasza az volt, hogy whatever in love means, vagyis akármit is jelentsen a szerelem. Ezzel kapcsolatosan Diana később a pita Peter Settelannál rögzített 1991-92-es felvételeken bevallja, hogy teljesen felzaklatta, amikor a vőlegény ezt mondta, de nem volt messze megkérdezni, hogy pontosan mire gondolt. Azóta pedig a királyi vőlegény hideg szívtelenségének bizonyítékaként könyvelt el a publikum ezeket a szavakat. Tíz évvel később Jonathan Dimbleby a Károly hercegről írt, és a palota által hitelesített életrajzában már arról van szó, hogy ezek a szavak azt jelentették, hogy a trónörökös nyilvánvalóan sosem volt rámes Dianába. A Velszi hercegnél 90-es évek végén erre azzal reagált, hogy az 1982-es Bahamai második nászútjukon készült képeket küldte el a bolvár újságnak, melyeken jól látható módon ott van a kémia közöttük, tehát Diana is tisztában volt vele, hogy volt idő, amikor a férje szerette őt. Én úgy gondolom, hogy Károly szerette Dianát, de a saját gyerekkori élményei miatt ez csak vagy nehezen, vagy nagyon furcsán tudta kimutatni, már amikor egyáltalán sikerült neki, ami szintén nem javított a házasságukon. 1981-ben azonban nem ez jelentette a legnagyobb problémát, hanem azok a képek, melyek az eljegyzés bejelentésekor készültek. Lady Campbell szerint, amikor Diana meglátta a fotókat, akkor teljesen kiakadt, hogy kövér, a lavina pedig feltehetőleg ekkor indult el. Diana akkor sem volt kövér, noha később pufokként is utalnak rá, Tina szerint ez először Károlytól hangzott el, miközben átölelte a mennyasszony a derekát, és megjegyezte, hogy itt egy kicsit pufik vagyunk, nem de bár? De szerintem Diana már akkoriban is igen messze állt bármiféle pufókságtól. A magyarázat talán abban rejlik, hogy mivel Lady Spencer nem volt hozzászokva a kamerákhoz és a hasonló eseményekhez, a rossz ruhát választott, amiben valóban teltebbnek tűnhetett, mint a valóság, Valamint a kamerák közt tudott, hogy egyébként is rádobnak a a néhány kilót, ami egyébként nincs ott. Ezek pedig elég okot szolgáltattak ahhoz, hogy az ifjú királyi mennyasszony ödül diétába kezdjen. Viszont nem csak a királyi család és a nemzet, hanem gyakorlatilag az egész világ szeme rajta volt, itt talán nem meglepő, hogy Diana megszállottja lett annak, hogy hogyan néz ki a nyilvánosság előtt. Előbb három napig éheztette magát, majd amikor rosszul lett miatt, akkor fogadta meg valaki tanácsát, hogy inkább kisebb adagokat és könnyebb ételeket fogyasszon. Ebben az időszakban történt, hogy a Buckingham balotával szemben lévő szuvenírboltban vett egy tucat csokoládét, amit később egyszerre megevett, majd megoldásként meghánytotta magát. Utóbb lelkesen mesélte a legújabb diétás módszeréről, hogy mindent megehet, amit csak szeretne, mert később úgy is kihánja. Március és július között 14 fontot, Körülbelül 6,5 kilót fogyott, ami nagyon is látszott, Caroline Pride, a korábbi lakótársa pedig aggódott is érte. A szomorú valóság másik oldala pedig az volt, hogy Diana nővére, Szere anorexiával küzdött, ami annyira súlyos volt, hogy kórházba is került miatta, viszont a Lendővászi hercegné úgy gondolta, hogy a túllevés és a hánytatás kevésbé általmas, mint az éheztetés. Az arisztokrácia és a legfelsőbb osztály kapcsolata az étellel Tina Brown szerint soha nem volt igazán baráti, legalábbis a hölgyek körében. A bulimia az udvarias nők éjségsztrájkja volt, vagyis először elégedetté teszed a vendéglátót azzal, hogy élvezette leszel, majd megtisztítod magad a bűntől azzal, hogy kiosonsz és kiadod magadból. De ilyen elmondása szerint csendesebbé tette ez a rituálé, majd, hogy nem szedelt állapotba került utána. Lady Colin Campbell szerint Diana rabja volt az endorfinnak, emiatt abban az időszakban órákon keresztül görkocsajázott a volkmennyével a palota falai közt, később pedig sokszor a palota medencéjében úszott. Egy egészségügyi szakértő szerint a bulimia és endorfin szabadít fel amellett, hogy rengeteg káros hatása is van, ezért is kerül bele a ördögi körbe a beteg. Az pedig szerintem igazán nem róható fel hogy egy kis örömforrásra vágyotta már ebben az időszakban is igen bonyolult helyzetében. Diana családjában pedig nem a nővére volt az első, aki szélsőséges módon alkalmazott hasonló módszereket. Diana anyja Francis a idején gyakran elfelejtett enni, és csak folyékony ebédet fogyasztott helyette, Szeres szerbetegsége pedig annyira köztudott volt azokban a körökben, hogy Lady Elizabeth Anson, aki a saját bolémiájából lábadozott, megtagadta, hogy felvegye az idősebb Spencer lányt a cégéhez. Lady Elson magyarázata az volt, hogy a bulimiában szenvedők minden energiájukat annak szentelik, hogy titkolóznak és saját magukat védve hazudjanak az állapotukról, és ő maga nem akarta súlyosabbá tenni szed a betegségét, vagy hogy ezzel vádolják őt. A királyi eljegyzés kapcsán egyetlen embert fejezte csak ki a két kételjeit Diana oldaláról, mégpedig az édesanyja, Francis Shunt kid. Kívülről úgy tűnt, hogy a nő repes az örömtől, azonban a valóságban mindent megtett, hogy lebeszélje a lányát a katasztrofálisnak tűnő Friedtől, ami a szemében sajnos túl sok párhuzamot mutatott a saját első házasságával, Johnny Spencerrel. A lánya túl fiatal, az egész túl gyorsan történik, a pár nem millik egymáshoz, túl nagy a kortkülönbség, és rengeteg a jövendőbeli teher és felelősség. Francis Sentkidnek azt sem tetszett igazán, hogy azt gyanította, hogy az egész mögött az anyja, Lady Fermoy keze van. Amikor Francis megosztotta a kétségeit a lányával, az azt válaszolta, hogy anyu, te nem érted, én szeretem őt. Mire Francis visszakérdezett, hogy őt szereted, vagy azt, ami, mire Diana szintén egy kérdést tett fel, mégpedig, hogy mi a különbség. Miután később mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a tündérmese a rémálomba torkolt, Lady Fair majd mindent megtett, hogy tagadja, neki bármi köze volt ehhez az egészhez, sőt, rémülettel töltötte el az eljegyzés híre. Nem úgy Margit hercegnőt, a kép Mystic szigetén vakációzott, és Lord Glenconnel szerint, aki jelen volt a telefonhívás közben, azt mondta a királynő huga, hogy ismeri diana és kedveli is sőt, sőt, imádja. Diana fogyása és étkezési zavara az esküvő előtti időszakban annyira elharapóztak, hogy az esküvői ruháját minden egyes próbánál szűkebbre kellett venni. Nem Diana az első, és nem is az utolsó menyasszony, aki az esküvőjére a legjobb formájában akar lenni, és ehhez diétába kezd. Azonban az első próbán 29 inch, azaz 73,66 cm volt a dereka, az utolsó próbán már csak 23 inch, azaz 58,42 cm. A Buckingham palota pedig remek helyszínt biztosított ahhoz, hogy a betegségnek a engedjen a leendő hercegné, ugyanis a másik irányba nézés szinte mindenkit tökére fejlesztette a történelmi épületben. A palota belül olyan, mintha egy teljesen más dimenzióban létezne, mint a valóság, és noha rengetegen dolgoznak benne, ők az esetek nagy részében láthatatlanok maradnak a föld alatti folyosók labirintusában. Erről Paul Burrell, Diana a ér bővebben a könyvében, akinek a leírásai alapján a Buckingham Palota belső hierarchiája és szokásai nem, hogy Viktória királynő, de talán harmadik György uralkodása óta változatlanok. 1981. februárjától a dolgok 360 fokos fordulatot vettek, és diana egyre inkább bevezették a királyi háztartás mindennapjaiba. Ahhoz, hogy az a családból származó lány szintet lépjen, és úgy viselje magát, ahogyan azt a királyi családban elvárják, Lady Susan Hassit jelölték ki mellé, hogy tanítsa meg Diana ennek a legalapvetőbb etikett szabályokat, valamint, hogy hogyan legyen nőiesebb, hogyan sajátítsa el a királyi integetést, hol és hogyan fogja a kézitáskáját, vagy hogy hogyan vessen véget ügyesen a small egy nyomulós csodálóval, és minden mást, ami a leendő pozíciójával jár. Lady Hussie később mélyen vette, amikor Diana évekkel később arról panaszkodott, hogy semmilyen segítséget sem kapott az etiket szabályokkal kapcsolatban a palotától. A valóságban Diana tudta, hogy Lady Hassi a királynő felé lojális, ami sosem változna meg, valamint Hassi is egy volt az idősebb nők klikkéből, abban az időben mindössze 42 éves volt, akik mind meg voltak a Vekárójért. Lady Hassi egy forrás szerint igen bosszús volt azért, mert Diana nem figyelt rá, Lady Colin Campbell szerint a leendő hercegné egyáltalán nem akarta tanulással foglalkozni, életrajzokat és alkotmányjogi könyveket olvasni, vagy a leendő hercegnéi feladatok kevésbé csillogó részéből kivenni magát. A lojalitás és a közeli kapcsolat pedig később abban virágzott ki, hogy Lady Susan Hussey a trónodrökös elsőszülött fiának, Vilmos hercegnek a keresztanyja lett. A 19 éves Diana valószínűleg szörnyű vette tudomásul, hogy a vénzadok családi otthonában, ha Fülöp herceg a feleségével szeretett volna elbédelni, akkor egy kifutó fiúval kellett elküldeni az üzenetét a királynő hivatalába, ahonnan a királynő hasonló módon küldi el a válaszát. Amikor a királyi család bálmodában tartózkodott, ahol minden évben a nyári szünetet töltik, és a beszámolók szerint itt érezhetik magukat a leginkább emberinek és ellazultnak, ha Károly herceg a kertben kívánt sétálni, Először a királynő magántitkerával kellett egyeztetnie, hogy megbizonyosodjon arról, második kezsőbet abban az időben nem akarja használni a kertet. Egy ilyen környezetben az ifjú mennyasszony a béli reményei, hogy a lendő anyóssa, aki történetesen az Egyesült Királyság uralkodója nem csak anyós, hanem valamiféle szerető pótanya figura és példakép is lehet számára, Gyakorlatilag Hanvába haltak. De jene félelemmel vegyes tisztelettel szemléljött a zárt ajtók mögött zajló valóságot, és az uralkodó telt helyét, amire azt írta egyszer Paul 1996-ban, hogy nagyon szeretné megölelni az anyósát, és elmondani neki, hogy milyen mélyen átérzi, hogy mi mehet végbe benne. A kezdeti időszakban Diana hetente egyszer udvariasan üzent a királynőnek, ahogyan javasolták neki, és a felől érdeklődött, hogy egyedül vacsorázik-e aznap. A királynő Tina Brown szerint gyakran egy tárcával az ölében vacsorázott a nappal a tévé előtt, amit szeretett volna megtartani ebben a formában, feltehetőleg ez volt az egyetlen lehetősége arra, hogy egyedül legyen a folyamatosan nyüzsgő életében. Lady Diana Spencer gyermekkora és családja finoman fogalmazva is bonyolult volt, Tina Brown szerint szerá, az idősebb nővére és közte volt még némi feszültség Károly herceg miatt, még Jane, a fiatalabb nővére, akkor már Robert Fellows, a királynő asszisztens magántitkerának felesége volt, és a Kensington Balotában éltek. Jane és Diana gyakran ebédeltek együtt, és Jane igyekezett a húga segítségére lenni a királyi etikett világában, melyet ő maga már megszokott, ám Diana ebben az időszakban egyre félelmetesebbnek talált, azonban ezt még a nővérének sem merte beismerni. Ebben a magányos helyzetben Diana édesanyja, Francis siethetett volna a lánya segítségére, azonban a nő sosem volt jó a folyamatos érzelmi támogatásban, valamint korábban már világosan a lánya értésére adta, hogy nem feltétlenül támogatja a közelgő házasságot. Francis elkísérte Diana-t az első menyasszonyi ruha próbájára, azonban többé nem tűnt fel. Később Elizabeth Emanuel, az egyik tervező azt mondta, hogy a szalommal mindannyian mélyen együtt éreznek diana mert mindig egyedül érkezett a próbákra, és a palota sem segített neki egyáltalán. A királyi körökben bevett szokás, hogy mindent feltételeznek, és sosem kérdeznek, utóbbi a leírhatatlan gyengeség egyik jele lenne. Azt feltételezték, hogy ha nem magányos, vagy segítségre lenne szüksége, akkor megoldaná, ha megijed, akkor annak semmi köze sincs a palotában és a kialakult helyzethez köthető nyomáshoz. Ebben az időben Károly Herceg komolyan aggódott, hogy mennyire vékony lett Diana, de a királynő félresöpörte a problémát, és azt mondta, hogy pszichológiai okokra vezethető vissza Diana nehéz gyermekkorából, legalábbis Elizabeth Longford hallomása szerint. A feltételezés pedig az volt, hogy Diana hamarosan összeszedi magát. A valóságban azonban Diana olyat tett, amit egy királyi vérből származó személy sosem tett volna. A lépcső alatti személyzet társaságát kezdte keresni. A közember szemével nézve azonban tökéletesen érthető volt, hogy a szobalányjal, a cukrásszal vagy a mosónőkkel sokkal jobban megértette magát, mint az udvaroncokkal vagy a magántitkárokkal. Diana volt, hogy ágyakon beszélgetett a szobalányjal annak az életéről, és Diana gyakran össze is barátkozott velük. Az egyik ilyen hölgy Maria Cosgrove volt, aki később Paul Barelhez ment feleségül, és az elmondása szerint, amikor például Diana meglepetésszerűen felbukkant a konyhában, és kinyitotta a hűtőt, a személyzet igen kényelmetlenül érezte magát. Később azonban hozzászoktak a trón örökös mennyasszonyának jelenlétéhez, aki olyan nevált számukra, mintha gyermekük lenne, akinek szüksége van a kényeztetésre, törődésre és a figyelemre, Idővel pedig nem csak megszokták ezeket a föld alatti látogatásokat, hanem egyenesen várták is azokat. A Diana által tapasztalt magányon Károly Herceg sem segített, akivel az udvarlás kezdetétől az esküvőig mindössze 13 alkalommal találkoztak. Nem csak a kevés találkozás, hanem annak a ténye is megnehezítette a pár dolgát, hogy jobban megismerjék egymást, hogy szinte soha nem maradtak kettesben azon kevés alkalommal sem, amikor fizikailag egy légtérben tartózkodtak. Mindemellett Károly Herceg a királyi kötelességeinek tett eleget, és sokszor házon kívül tartózkodott. Amikor a Herceg öt hétre elutazott márciusban, előtte Camilla Parker bossz búcsúhívását fogadta telefonon, mely alatt Diana elhagyta a szobát, a reptéren pedig nem a gyász, hanem a dükönnyei csillogtak a szemében a később, az Andrew adott interjú szerint. Jonathan Dimbleby szerint Károly mindössze egy alkalommal találkozott Kamillával az eljegyzés után 1986-ig, mégpedig akkor is azért, hogy elköszönjenek egymástól. Károly oldala szerint Diana csak paranoiás, féltékeny és megszállott volt, ami később önbeteljesítő jóslattá vált számára. Miközben Károly-herceg távol volt, Camilla ebédelni hívta diana utóbbi utóbb ilyen azt mondta erről, hogy elég cseles volt az egész. Camilla folyamatosan azt kérdezgette tőle, hogy ugye nem fogsz vadászni, míg a Diana visszakérdezett, hogy mégis mivel. Lovon, mondta Camilla, majd ismét adal érdeklődött, hogy ugye Diana nem fog vadászni High Grove-ban. Diana ismét biztosította róla, hogy nem, később pedig úgy gondolta, hogy ez az egész csak eltedelő hadművelet volt, és Camilla az erőviszonyokat akarta felmérni, valamint kijelölni a terület határokat. Robert Parker Boss, Camilla volt sógora szerint a szerető egészen leereszkedő hangnemet ütött meg diana kapcsolatban privát beszélgetések során, és jóval alábecsülte a lendő hercegnét. Néhány héttel korábban, 1981. március 3-án került csodáján első hivatalos királyi szereplésére. A ruha, amelyet viselt, ugyanabból a szalomból, Emanuelléktől származott, akik az esküvői ruháját is készítették. A vár nélküli taft azonban egyetlen problémája volt, mégpedig a fekete színe. A királyi család tagjai a protokoll szabályok értelmében temetések és gyászidőszakok kivételével nem viselnek feketét, azonban ne jelen nyúlása, mintha bocsánatos bűnnek számított volna. Igazi felnőtt ruha volt, Lady Spencer többé már nem kislány, hanem felnőtt nő volt, a brit nyilvánosság szemében is hasonlóképpen csapódott le a ruhaválasztás. választás. t ez a történet sokkal inkább sebezhetőnek láttatta, mint vulgárisnak, az eseményen pedig találkozott Grace Kelly-vel, Monaco hercegnéjével is, aki azzal vigasztalta a királyi menyasszonyt, hogy ne aggódjon, ez csak sokkal rosszabb lesz. A királyi esküvő előtt egy másik érdekes mozzanat a Káda és Kamilla karkötő története. Ahogyan Diana az úgynevezett föld alatti személyzettel, ugye a hivatalnokokkal is igyekezett összebarátkozni. Viszonylag sok időt töltött Michael Coleborn irodájában, az esküvő közelettével pedig izgatottan figyelte a folyamatosan érkező NLS Egy alkalommal Coleborn épp Edward Adénnal, Károly Magántitkárral beszélt, miközben Diana egy érdekesnek tűnő csomagra lett figyelmes. A doboz egy arany kötőt rejtett, aminek kék zománt medálon a GF betűk voltak olvashatóak. Girl Friday azaz Kádai Beca a Kamilláda. Amikor korban visszatért az irodájába, Diana-nak már hűlt helye volt, és nem is tért vissza az nap, azonban Adén látta őt könnyek távozni, később pedig kérdőre vont a hogy mégis mit tett. Legalábbis Tina Brown így ír erről az incidensről. Egy cikk szerint Diana később Andrew Mott annak úgy számolt be erről, hogy meglátta a csomagot, ám Kolbon azt mondta neki, hogy nem kellene megnéznie. A betűk egy másik értelmezés a Gladys és Fred, azaz Camilla és Károly elnevei egymásra, amit a Town and Country magazin szerint a BBC rádiójátékából, a The Goon Show-ból csöntek el maguknak. Dimbleby a hivatalos életrajzidó azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy Károly sok ismerősének adott ajándékokat, amíg azok nem kerültek túl sokba, a személyes átadás ebben az esetben sokkal inkább arra utalt, hogy igazi júdi ember volt, és személyesen búcsúzott el Kamillától. Lady Campbell szerint Diana még az esküvő előtt megszállott lett Károlynak és Kamillának, a forrásai úgy jellemezték, hogy olyan volt neki ez a téma, mint kutyának a csontja, naponta foggatott mindenkit és meggyőzhetetlen volt az elképzelései ellentétéről, hogy a vőlegénye megcsalja őt. A karkötő botrány nem meglepő módon eléggé kicsapta a biztosítékot diana azonban a szerető és gondoskodó családja szerencsére mellette állt. Bal szerencse, nyugtázta a nővére szere, majd hozzátette, hogy Diana arca már ott van a szalvétákon is, úgyhogy semmi esélye kitáncolni ebből a felfordulásból. Szerintem itt tökéletesen megállja a helyét az a mondás, hogy minek az embernek ellenség, ha ott van a családja. Az eljegyzés és az esküvő közti időszakban világosan látszott, hogy Dejanával valami nincs rendben, amit ugye szinte senki sem akart észrevenni, vagy hitelt adni neki, de főleg nem akarta senki megállítani a gépezetet, ami egyre inkább beszippantotta a naiv fiatal lányt, akinek a fizikai és mentális jóléte gyakorlatilag senkit sem érdekelt. Diana életét rengetegen elemezték ki még életében is, de halála után ez a szám jócskán megugrott. Lady Colin Campbell könyve sokkal kritikusabban kezeli a Diana jelenséget, mint a Katina Brown, akár az életrajzi zöme, a szerző is megszólaltat több szakembert azzal kapcsolatosan, hogy mi állhatott annak hátterében, hogy katasztrófába torkolt az évszázados küvőjeként is emlegetett Fried. Egy pszichológus szakértő szerint egyrészt rengeteg változást jelentett a királyi való bekerülés bekerülése Diana életében, Másrészt alapvetően nem volt megfelelő személyisége hozzá, mert inkább a szodakozást kedvelte, valamint úgy nőtt fel, hogy semmilyen kötelezettséget nem kellett vállalnia, az életében gyakorlatilag az egyetlen probléma fordást az erősen diszfunkcionális családja jelentette, amire viszont gyerekként nem volt ráhatása, és valószínűleg ezért sem erőltette meg magát, vagy legalább úgy tűnjék, hogy igyekszik adaptálódni, tanulni, vagy felnőni a leendő hercegnéi feladataihoz. A szakértő szerint továbbá Diana alapszemélyisége olyan volt, hogy a nyomás nem bírta, és inkább megtört alatta, amire szerint a jó példa a bulimia és a mentális problémák, amik már ebben az időszakban is ott voltak, csak nem voltak annyira kirívóak, hogy azzal bárki komolyan foglalkozzon akkoriban. De jön a Nagy klinikai depresszióban szenvedett, és három évvel korábban lett öngyilkos, és noha egyik könyv sem említi, feltételezem a jogi következmények lehetősége miatt, de ezen a ponton azt sem tartom kizártnak, hogy a hirtelen kialakult nyomás és egy örökletes hajlam játszott szerepet abban, hogy ennyire törékeny volt a, a mentális egészsége. Végül, de nem utolsó sorban véleményem szerint azt sem tett jót neki, hogy egyik diszfunkcionális családból a másikba került át, ráadásul gyakorlatilag egyik napról a másikra, mellőzve mindenféle normalitást, a ráadásul még teljesen új előviszonyokkal és szabályokkal is szembesült. Ne feledjük, egy naív és az élet gyakorlatilag minden területén tapasztalatlan kislányról volt szó, aki Lady Campbell szerint azt remélte, hogy a házassága pont, hogy elkerülheti a kötelezettségeket és a felelősséget, ami a való világgal jár. Unalmas! Így jellemezte a diplomáciai kötelezettségeket, és utálta a kötöttségekkel teli partikat, Túl soknak találta őket. Lady Campbell szerint Diana sokat panaszkodott arra, hogy a elhanyagolja, miközben a hercegnek hónapokra előre tele volt a naptár olyan elfoglaltságokkal, amiknek muszáj volt eleget tennie. Ami szerintem valamelyest érthető, de ezzel szemben áll annak a ténye, hogy mindössze 13-szor találkoztak az esküvő előtt, ami nem igazán annak a jele, hogy valaki tényleg törődik a másikkal. Diana már a egy jegyességük alatt többször sírva fakadt, volt, hogy nyilvánosan, és emiatt haza kellett őt vinni, amire a Károlyt nem tájékoztatta senki. Viszont ezeket az érzelmi kitöréseket később maga Diana is a nagy nyomásra fogta, azonban a szakértő szerint a mentális problémák kezdete volt. A kialakult helyzetet továbbá azzal is ezt a Lady Campbell szakértője, hogy úgynevezett identitásválság is kialakulhatott diana amely kapcsán azt hihette, hogy az esküvővel elveszíti a saját identitását, személyiségét, ugyanakkor a boldogtalan gyermekkor természetes következménye is volt, hogy a hercegről álmodozik fehér lovon, aki megmenti őt, majd arcú csapja a valóság, hogy tulajdonképpen a herceg is csak ember, és mégsem tudja megmenteni őt. Vagy, ez már a saját véleményem, hogy a herceg és a hercegné álomképébe betolakszik a szerető is, legyen vélt vagy valós viszony, aki a mesékben és az álomban egyáltalán nem is létezett. Azt viszont egészen reálisnak tartom, hogy mivel Diana élete 360 fokos fordulatot vett, ami mellé túl fiatal is volt, nehezen tudott megbirkózni a terhekkel és azzal, hogy minden megváltozott körülötte, nem utolsó sorban pedig igazán egyetlen emberrel sem tudott igazi bizalmi viszonyt kialakítani. Diana esküvői ruháját egy akkoriban ismeretlen tervező házaspád. David és Elizabeth Emmanuel készítette, a lendő választását pedig Tina Brown az első lázadásának könyveli el. De pontosan tudta, hogy mit akar a ruhája kapcsán, aminek a derék részébe egy gyémántokkal kirakott patkót voltak a jó szerencse érdekében, a teljes kompozíció pedig minden álmát valóra váltotta. Ragaszkodott a bugyos ujjakhoz, a hullámzós sejemhez, a 25 láb, kb. 7,6 méter hosszú uszályhoz, a dedekvonalhoz és a szoknyába hímzett gyöngyökhöz. 1981. július 29-én ez a ruha megvalósult királyi állam Diana számára, azonban a 90-es években már inkább szégyelte a habos-babos elefántcsont szintaft ruhát. Napjainkban Altorban a Spencer család birtokán tekinthető meg a ruha teljes pompájában. Az esküvői készülődés nem ment gördölékenyen, Diana és Károly többször összeveszett a vendéglistán. Elsősorban Diana nem akarta, hogy Camilla és Andrew Parker bosszal meghívottak listáján legyen, volt, hogy Diana önállóan törölte őket, és caroline kellett közbeavatkoznia, ám a saját volt szeretőit rajta hagyta a listán, valamint Lady Campbell szerint olyanokat is kihúzott, akiktől valamilyen okból kifolyólag tartott, nem voltak neki szimpatikusak, vagy bármilyen apró vélt vagy valós problémája volt velük. Nem csak Camilla, hanem a mostoha anyja, Rén és az ő anyja, a Diana által korábban oly kedvelt szerző, Barbara Kátlánd is erre a sorsra jutottak. Utóbbi annyira megalázva érezte magát emiatt, hogy azt fontolgatta, hogy külföldre utazik az esküvő idejére, ám a fiai rábeszélték, hogy inkább rendezzen egy saját partit akkor. 15 évvel később Barbara Kátlánd azt nyilatkozta, hogy azért ment tönkre Diana és Károly házassága, mert a feleség nem honhajtotta orális örömökben részesíteni a férjét minden bizonyjal. Az esküvő előtti éjszakát Diana a Clarence House ban töltötte az anyakirályné vigyázó szemei előtt, amire William Tallon, az egyik kifutó fiú jól emlékszik. Késő este, amikor már mindenki elcsendesedett, Diana a folyosókon bolyongott, társaságot keresve, amikor Tallon behívta az irodájába, hogy beszélgessen vele is egy udvaronccal. Tallon megkérdezte, hogy kére egy italt, mire az utolsó narancslevet töltött diana és töményet neki, aminek Dí igazán örült. Ekkor látta meg a biciklijét a falhoz támasztva, amire felpattant, és körbe-körbe biciklizett a folyosókon, vidáman csengetett, és azt énekelte, hogy holnap hozzámegyek a Velszi herceghez, majd újból csengetett. Talon interjújának idején azt mondta, hogy akkor is ott csengett a fülében a csengő és az ének, majd hozzátette, hogy Diana még gyerek volt, csak egy kislány. Az esküvő napján 1981. július 29-én reggel később Diana bevallotta, hogy úgy érezte magát, mint egy bárány a vágóhídon, de később, amikor belebújt az esküvői ruhájába, örömkönnyekre fakadt, majd ismét elkezdett énekelni, amiben az öltöztetők és a koszodós lányok is bekapcsolódtak. Később Diana azt mondta, hogy miközben az apja karján haladt az oltár felé, elkapta Camilla tekintetét, Edel Tina Brown azt gyanítja, hogy sokkal inkább a győzelem pillanata lehetett, ugyanis Camilla végül jelen volt a szertartáson, amin végig kellett néznie, hogy élete szerelme örökhűséget fogad egy fiatal lánynak az évszázad kövőjének is emlegetett ceremónián. A valóságban azonban Diana figyelmét valószínűleg az édesapja kötötte le, mert a fiatal mennyasszony attól félt, hogy nehogy elessen. A Robert Fellows is ideges volt, így egy kicsit hamarabb lépett elő, hogy Spencer Grofot támogassa, mint azt előzetesen tervezték, noha a tévéképernyőjén ez kevésbé volt észrevehető. A fogadalmak alatt Diana vétett egy apró hibát, mégpedig Károly első két keresztnevét, a Charles Filipet felcserélte, amivel kapcsolatban még a kritikus Ausztrál sajtó is úgy nyilatkozott, hogy ezzel alapozta meg az emberi oldalát, hogy még egy hercegné is véd hibákat hasonlóan grandiózus eseményeken. Diana az esküvője után feltehetőleg csak a férjével akart időt tölteni, jobban megismerni a férfit, akivel alig egy tucat szót találkozott előtte, és ellebegni az intimitás bódkában a mézesetek alatt. A valóságban az esküvő után a Mountbattenek vidéki kúriájában, Rodláncban töltöttek három éjszakát, majd onnan hajóztak tovább Gibraltár irányába a királyi jakton a Britannián. Rodláncban ugyanabban a baldahinosságyban aludtak, ahol 34 évvel korábban Károly szülei is elhálták a házasságukat, a herceg a napjai nagy részét pedig horgászattal töltötte el közeli folyón. Egy barátjának elvileg azt mondta Károly, hogy az első éjszaka semmi extra nem volt, elvezetes természetesen, de Diana a valóságban fájdalmasan naív volt. Tina Brown szerint Károly Herceg zsánere inkább azok a nők voltak, akik irányítják őt, és a anya figuraként is tud rájuk tekinteni. Diana Hercegnél később James coulthouse azt mondta, hogy a férje problémái inkább földrajzi jellegűek voltak, azonban nem részletezte, hogy ez pontosan miben merült ki. Tina Brown szerint Diana vágyott a hosszú összebújásokra és az igazi intimitás érzésére, Azonban Károly részéről ez inkább Kamillának volt fenntartva, sőt, a Broadlands rezidencia is egyike volt azoknak az úgynevezett biztonságos házaknak, melyekben a kíváncsi tekintetek elől el tudtak bújni a viszonyuk kezdetén, még jóval Lady Diana Spencer felbukkanása előtt. A Britannia fedélzetéről már a második nap felhívta Károly Kamillát, majd egy három oldalas levelet is küldött neki. Steven Barry, a hercegi szerint a főnöke képtelen normálisan funkcionálni kamilla folyamatos jelenléte nélkül, ingerlékenyé és mogorvává vált, ha nem beszélhetett vele legalább napi egy alkalommal. De egyébként sosem bízott Berryben, még az eljegyzés alatt volt, hogy megtagadta tőle a belépést a herceg lakosztályába, mondván kedvő kívánsága az volt, hogy senkit sem akar látni, és a parancshoz parancs, és reméli, Diana megérti. A Britannia fedélzetén 21 tengerésztiszt és 256 tagú személyzet dolgozott, az egyikük Philip Benjamin szerint gumitalpú cipőben kellett szolgálatot teljesíteniük, és parancsba kapták, hogy a lehető legkevesebb zaj csapják, és olvadjanak bele a háttérbe, hogy még véletlenül se zavarják meg a párt. A tiszt egyszer nem tudott elég gyorsan köddé válni, és az egyik délután tanulja volt annak, hogy Diana egy áttetsző fehér köntösben hívta a férjét a becenevén, Charles, hogy menjen oda és tegye a kötelességét, azonban kell, hogy nem tudta lenyűgözni a fiatal felesége, ezért a karosszékébe süppedve maradt. Lady Campbell szerint Károly filozófiát és szép irodalmat olvasott a Britannián, miközben Diana mindenki szemmel a kacérkodott vele, amit James Hewitt megerősített később, hogy diana hatalmas szexuális étvágya volt, ám sokkal inkább az emberi interakciókra, szeretetre, intimitásra szomjazott, semmint magára az aktusra. Szintén a The Real olvasható, hogy a fiatal Velszi hercegné halálra unta magát a királyi jakton, noha nem csak Károly, hanem ő is kapott könyveket, amikkel el tudja ütni az időt, ha bár diana egyáltalán nem érdekelte az olvasáson elszútja alatt. Ehelyett ismét a személyzet társaságát kereste, ami nem meglepő, mert maga a velszi herceg írta meg az egyik barátjának levélben, hogy ő maga remeteként barikádozta el magát az egyik szeretett Laurence der Post regényével, amitől tiszta örömet érez. Ezt az örömet viszont a feleségével is szerette volna megosztani, és ebéd közben szívesen elemzett volna vele együtt egy-egy passzust a kedvenc szerzője műveiből. A probléma az volt, hogy Caroline herceg nem csak 12 évvel volt idősebb diana de fejben sokkal inkább tűnt egy békés nagypapa figurának, semmint egy ereje lévő a 30-as évei elején járó férfinak. A Nelson kapcsán talán a legnagyobbak baklövés az volt, amikor annak az utolsó szakaszát Balmorában, Skóciában töltötték, amire Diana azt mondta, hogy unalmas, és hogy olyan, mint egy temető, mire Károly megjegyezte, hogy de korábban azt mondta, hogy ez a kedvenc helye az egész világon, majd Diana csak annyit felállt, hogy az az esküvőjük előtt volt. Bármilyen programot találtak ki, horgászat, vadászat, séta, diana minden unalmas volt Belmodában, és azt akarta, hogy Károly hogy az ágyban mellette fekve tévét nézzen, vagy őt, miközben az egyik romantikus tegényét olvassa, de ha hogy bármit is tett egyedül, Diana kiabált, sértegette őt, és kihangsúlyozta, hogy már megint magára hagyja. Lady Campbell azt írja, hogy Diana egyik nap kedveskedett a férjének, a másik nap önkívületben kiabált vele, hogy a hivatalos kötelességeinek eleget tesz, de vele egyáltalán nem tölt időt, amely kapcsán a személyzet szerint az egész kastély Diana kiabálásától zengett, és nem értették, hogy fizikailag hogyan képes ilyen hangokra. Diana-nak folyamatosak voltak a hangulat ingadozásai, még mindig sokszor sírt, ez pedig nem csak a személyzet, de a királyi család is észrevette. vette. A királynő pontosan tisztában volt vele, hogy Károlyon és Dajanában semmi közös sincs, talán csak a fizikai vonzalom. Második Erzsébet egyre inkább belefásult az új mennyének komod és mogorva tekintetébe, melyen minden közös érkezés alatt találkozhattak. Egy vacsora alkalmával megosztotta a kétségeit az egyik vendéggel, hogy nem érti, hogy miért csak akkor derül fel Diana, amikor károlja a társalog, mire a vendég azt válaszolta, hogy esetleg, ha ő felségek körbenézne az asztalnál, láthatná, hogy mindenki sokkal idősebb nála. A királynő erre azt felelte, hogy nem érdekli, de jön, csak össze kellene szednie magát. Dejen a mentségére szóljon, hogy olykor annál a nála háromszor idősebb vendégek is ijesztőnek találták bámarát, Lord Glenconnel egyszer megdorgálták, mert elaludt, és nem jelent meg időben a reggelinél. Margit hercegnő, a királynő huga pedig arról panaszkodott, hogy abban az Ódon kastélyban nagyon magányosnak érzi magát. Windsor hercegnéje, ismertem nevén Wallis Simpson, egyszer azt mondta a királyi családról Lily Palmer színésznőnek, hogy vagy a Windsorokkal vagy, vagy halott vagy. Velük is halott, ahogyan Diana érezte magát, a testhőmérsékletében is, ugyanis a fűtés nem lehetett bekapcsolni a királyi család rendelkezései alapján, a Velszi hercegné pedig folyamatosan fázott. Azzal pedig gyakorlatilag ki lehetett kergetni a világból, hogy abban a pillanatban, hogy kilépett egy helyiségből, valaki mögötte termet, és azonnal lekapcsolta a világítást. Károly maga módján igyekezett tüdődni a feleségével, és átköltöztette magukat a kastélyból a birtokon álló egyik vendégházba, hogy Diana legalább a saját háztartását vezethesse. Buditán hideg, a falak az általános iskolák zöld színére festve, így jellemezte a házat egy másik vendég, akit máskor szintén ott szállásoltak el. Teljesen kívülállónak érzem magam, érte az egyik korábbi lakótársának, és néha azon gondolkodom, hogy mi a fenébe kevertem bele magam. Olyan kicsinek és magányosnak érzem magam. Az érem másik oldala az volt, hogy Diana meghívhatta volna a barátait bámarába, de nem tette. Lady Campbell könyve szerint ez az időszak az, amikor az étkezési zavarok és a mentális problémák kicsúcsosodtak, valódi megoldás helyett viszont az volt az általános reakció, hogy bármit is tesz, férjen bele abba a dobozba, ami a királyi családban neki van fenntartva, tehát a velszi hercegné, a trónodökös felesége, a leendő királyné pozíciója. James Scott szerint Diana azért nem hívott meg senkit a skót kastélyba, mert erősen szégyenkezett amiatt, hogy mennyire rosszul tudott megbirkózni a kialakult helyzettel azok előtt, akik legutoljára a ragyogó mennyasszonyt látták a székes székesegyház elől hintón elhajtani a férje oldalán. Kerő kapcsán egy másik kritika az volt, hogy először mindig az anyját, a királynőt kérdezte meg az asztalnál, hogy kére egy italt, majd a nagyanyját, az anyakirálynét, és harmadikként következhetett csak a 20 éves felesége, amit lehet jó modorként is értelmezni a felmenőkorát figyelembe véve, még ha ez diana nem meglepő módon nem is tetszett, hogy esélye sincs kára, hogy fontossági listáján az első helyre kerülni. 81. szeptemberében a Bremer Games alatt, amikor felcsendült a himnusz, Kádolyas suttogta Diana-nak, hogy a midalunkat dalunkat játsszák, mire a hercegné elkezdett vihogni, amihez a herceg is csatlakozott. Ez egy remek közös pillanat is lehetett volna, azonban a királynő egy elég mérges pillantással díjazta a fiatalok jókedvét, amire mindketten lefagytak. A királynőt egyébként is idegesítette Diana viselkedése, de Károly de különösen dühös volt a fiaskó miatt. Noha ez csak egy picike mozzanat, de szerintem mégis nagyon szépen szemlélteti, hogy szerencsétlen Károly két tűz került, és nem csak a csatából, de a háborúból sem kerülhetett ki győztesen, bármit is tett, vagy nem tett. Októberre kezdett az egyébként sem túl rózsás helyzet igazán tarthatatlanná válni, ekkor Károly magántitkára Michael Corban érkezett a pár segítségére. Corbon észrevette, hogy Diana a 178 centis magasságához képest drasztikusan sovány, Mindössze 57 kiló volt akkoriban. Csak néhány órát tervezett vele tölteni, amiből végül a hét lett, melynek egy részében az óra ketyegését hallgatták, egy részében pedig a hercegnél dükítődése hallatszott. Végül azt mondta, hogy már nem sokáig tud kitartani, és ez Károlyra is igaz volt, ő is a tüdőképessége határán táncolt. A herceg 5 órán keresztül beszélt Kolbornak az őt ért sérelmekről a Diana kapcsán, de arról nem tett említést, hogy Penny Junior életrajzi szerint Diana egyest, annyira frusztrált volt, hogy miközben a férje az ágyán átérdelt és az esti mondta el, a hercegnél a családi bibliával vágta őt fejbe. Alig néhány hónapja voltak csak házasok, Károly azon az őszön engedélyt kapott a hogy diana elvigye Londonba egy szakemberhez. Diana később Andrew Mortonnak beszélt erről az időszakról, hogy nem csak egy, de számos szakembert próbálta megkezelni, Magas dózisú váliumot és hasonló gyógyszereket írtak fel neki, amit a hercegné elutasított attól tartván, hogy ez megölné a lelkét, valamint hasonló sorsra jutna, mint a kenti herceg felesége, Catherine Worsley, akit Pormet két kent, azaz szegény bolond két kentként emlegettek a társasági körökben 1977 óta, amikor elvetélt, ezzel pedig érzelmileg nem igen tudott megbirkózni, és szintén gyógyszereket írtak fel neki. Ezek a konzultációk eleve kudarca voltak ítélve, mert Diana például azt az apró tényt is elhallgatta az orvosok elől, hogy bulimiával küzd, melyet Mortonnak azzal magyarázott, hogy ha Károlynak volt egy titka, akkor neki is lehet titka. Októberben véget ért a pokoli nászút, ezután a Velszi hercegi pár Velszbe látogatott, ahol egy megjegyezte a feleségét övező ovációt látva, hogy legalább már tudja a helyét, és ő meg a nem több, mint a felesége virághordozója. Nagyjából mindenki feszengett ezt halva, angolul a cringe szóval írták le, ami szerintem sokkal találóbb, de gyakorlatilag egyet is értettek ezzel a kijelentéssel. A verszi utazás előestején derült ki, hogy a terhes, később Mortonnak beszélt erről, hogy a reggeli rosszul létek miatt pokolian érezte magát az egész túra alatt. Gyűlölte a ruhaválasztásokat, de az emberekkel mégis különleges kapcsolatot alakított ki, ami egyensúlyba helyezte a divatkatasztrófát, amit úgy tűnt, nem igazán vett észre senki, ugyanis a fiatalsága, a üdessége és a személyisége szinte mindenkit azonnal megbabonázott. A tény, hogy Diana teljesen más volt, mint a királyi család tagjai sokat segített neki abban, hogy a verszieket elkápráztassa a közvetlenségével és természetességével, hogy nem fiat lehajolni vagy legugolni a kisgyerekekhez, és sokkal közelebb merészkedni az emberekhez úgy általában. Egy nő a tömegben azt mondta neki, hogy biztosan fázik, mire Diana azt mondta, hogy úgy hiszi, nem annyira, mint a hölgy, aki feltehetőleg több órája vált a párda a csodadidőjárással dacolva. Véleményem szerint talán ekkor láthatta meg azt az oldalát a pozíciójának, melyel később tökéletesen tudott azonosulni, és amiatt a szívek királynőjének, az emberek hercegnőjének is nevezték. Károly herceg, miután kiderült, hogy a felesége várandós, azt mondta Diana hölgyének, Anne Beckwith Smithnek, hogy maradjon a hercegné közelében, szüksége van a támogatására. Lady Colin Campbell szerint ez volt az a pont, amikor a színfalak mögött már szinte elviselhetetlenné vált a viselkedése és hangulatingadozásai, amikor kiderült, hogy a hercegnét terhes, ez pedig a palota számára mindent megmagyarázott, és mindenki fellélegzett, hogy korábban biztosan csak a hormonok tomboltak. Abba valószínűleg senki nem mert belegondolni, vagy kimondani, hogy mi lehet a magyarázata arra az időszakra, amikor Diana még nem volt terhes. 1981. november 4-én Károly után a királynő is megtapasztalta az úgynevezett Diana faktot a parlament állami megnyitóján. Korábban az éves esemény az uralkodóról szólt, ettől a pillanattal a Velszi hercegi pár 1992. december 9-én bejelentett hivatalos különvállásaik pedig arról, hogy mindenki Diana legutóbbi megjelenésére és frizudájára volt kíváncsi. diana nem volt hivatalos szerepe a megnyitón, inkább maga a Diana jelenség volt az, ami ellopta a sót a királynőtől. Diana akár tudatosan rájátszott a reflektort fényre, akár tényleg igyekezett nem túl az anyósát, második Erzsébet ebben a helyzetben bármit is tett, nem nyerhetett. Diana a várandossága elején szinte minden hivatalos megjelenését le kellett mondani az erős rosszul létek miatt, amire a királyi családba született nők erősen felvonták a szemöldöküket, akiket úgy neveltek, hogy a terhesség csak egy kis kellemetlenség, semmi több. Második Erzsébet királynő terhességeit be sem jelentették, hanem amikor már látszódott az állapota, a palotai közleményt adott ki, hogy visszavonul egy időre a hivatalos kötelességeitől. Legközelebb pedig akkor lehetett róla hallani, amikor bejelentették a gyermeke érkezését. A királynő tehát egyáltalán nem értette a felhajtást, már mert meg ami a mennyetetességét övezte, végtere is a gyermek még meg sem született, de már mindenki arról spekulált, hogy Diana mennyire modern édesanyja lesz. Mivel a Kensington palota lakosztálya nem készült el időben, egy Kára és Diana 1982. májusáig, 5 héttel a szülés előttig a Buckingham Palotában éltek, ahol Diana nem igazán tudta kielvezni ezt az időszakot az udalkodó otthonában, amit úgy jellemzett, hogy olyan, mint egy mauzóleum. Az átalakítások során a Velszi hercegi pár a Kensington palota 8-as és 9-as lakosztályát kapta meg egymennyitva, mely az épület északi oldalán helyezkedik el. Itt pedig kezdetekben az egyik szomszéd, a királynő Huga, Margit hercegnő ledején egyik bizalmasa, akivel gyakran együtt mentek a királyi eseményekre, és amolyan mentorként is fellépett a hercegnő az unoka felesége mellett. A két nő között akkor vált fagyos a viszony, amikor évekkel később Diana ok nélkül kidugta a főkomornyékját, Hedold Brownt és helyette Paul Barrett alkalmazta. Brand Margit vette fel a saját háztartásába, ami diana nem tetszett, nem csak azért, mert a férfi rögtön talált új munkát, de hogy egyenesen a Kensington palotában, és ragaszkodott hozzá, hogy nem csak a hercegnőtől tegyék ki, de az ingyenesen a használatára bocsájtott apartmannyából is. Diana akkor követte el a legnagyobb baklövést, amikor ezt elmondta Madrid hercegnőnek, aki fogyosan annyit felállt, hogy csak emlékez, hogy ki a tulajdonosa a komornyik lakásának és a tiédnek is. A lakhatástani nem csak Madrita gyűlt meg a baja Diana-nak, de a tízes lakosztály lakóival is, különösen Princess Michael of kent akit oszták dinamónak csúfolt, fűderként hivatkozott el a háta mögött, és az gyanította róla, hogy kémkedik utána a függöny mögül, ami Diana azzal viszonzott, hogy ő is elővette a színházi távcsövét. A Kensington palotában eléggé elhadapoztak az indulatok abban az időszakban, ugyanis Margit hercegnő a Kenti hercegnével is összetűzésbe került, nem csak diana -val. A sors keserédes hogy miután Diana gyakorlatilag minden királyi hidat felégetett maga mögött az 1995-ös panorámai interjúval, a Kenti hercegné volt az egyetlen, aki őszintén mellé állt, és biztosította a támogatásáról, valamint arról, hogy hisz neki. Ahogy a negyre inkább előre a terhessége, azt emelték, hogy az érzelmi viharok is csillapodnak, azonban nem ez történt. Hullámhegyek és hullámvölgyek követték egymást, a verszi hercegné terhesen is sírt, de ugyanakkor ez kiegészült a túláradó boldogsággal is, amikor madarat lehetett volna vele fogadni abban az állapotban. Sajnos Károly kezdte kedvelni leginkább a feleségét, mert nem tudhatta, hogy milyen fogadtatás vár rá Diana felől, amitől az érzelmi sterilitásban nevelkedett herceg egyszerűen De ennek kapcsán valószínűleg ezeknek az érzelmi viharoknak a számlájára írták azt a történetet, hogy az első gyermekével a szíve alatt öngyilkos akart lenni, és levetette magát szendingemben a lépcső tetejéről. De egyik bizalmasa abból az időszakból viszont megosztotta, hogy a hercegné azt mondta, hogy igazán kínos az egész ügy, ugyanis csak megcsúszott, az esés végén pedig az anya lábai előtt landolt. Később megvizsgálta a nőgyógyász, és azt mondta, hogy ne aggódjon, mert nincs semmi baj, minden rendben van a gyermekkel. Tina Brown szerint Andrew Mortonnak azt mondta, hogy öngyilkos akart lenni, Lady Campbell szerint pedig neki és Mortonnak megerősítette, hogy ez csak egy mítosz, és sosem kockáztatta volna a meg nem született gyermekét. Andrew Morton könyveit ezen a ponton még nem olvastam, szóval nem tudom, hogy mit mondott neki pontosan. Lady Campbell viszont arról ír, hogy Diana szerint csak egy férfi forgathatta ki ilyen csúfosan a szavait, ugyanis sosem tudott volna átadni a saját gyermekének, amit valószínűleg minden édesanyja megértene. Ezen a ponton pedig Tina Brown arról ír, hogy 1967-ben fejlesztette ki egy úgynevezett holmes ré stressz skálát, mely alapján a 150 és 299 pont közötti érték vezethet mentális betegséghez, és egyébként hétköznapi, de nagyobb hordrejű eseményeket vesznek figyelembe a munkahely változáson át, a házasságig, egyenesen a pénzügyi változásokig, de a karácsony is a kisebb rizikó tényezők között van. Diana ezen a skálán 407 pontot ért el abból kifolyólag, hogy gyakorlatilag az egész élete a feje állt a korábbiakhoz képest. Camilla szellemén túl sem volt ezért egyszerű együtt élni, aki beszámolók alapján szeret, vagy legalábbis szeretett dolgokat hajigálni, és nagyon gyorsan felidegesítette magát a legkisebb apróságokon is. De ha már Camilla szelleme felmerült, Hubert Lacey, az étkezési zavarok szakértője szerint Diana megszállottsága Kamillával kapcsolatban oda is visszavezethető, ahogyan a hercegné évekkel korábban a mostoha kapcsolatban érzett, és hogy szimplán nem tud vele versenyezni az apja figyelméért, amit valamilyen szinten akkoriban a férjével is újraélt, akár Kamilla, akár az uralkodói hierarchia kapcsán. 1981. decemberében Diana egy Ted nevű településen vásárolt cukorkát egy, a Hegdob egy kirándulás alkalmával, amikor a fotósok kesejükként rohanták le őt. A helyzet azt eredményezte, hogy a királynő felrugta a korábbi szabályokat, és a sajtótitkerához, Michael shea fordult, hogy rendelje be a Buckingham palotában mind a 21 napilap és vasárnapilap képviselőjét, valamint a BBC és az ITN vezetőit. Néhány idősebb sajtóképviselő ismét tágra nyílt szemű kisfiúvá változott ezen a találkozón, ahol elhitették velük, hogy királyi bánfántesek, Sé fellépése pedig megmutatta nekik, hogy a palota is tud kemény lenni, ha akar, majd a királynő nyomatékosan megkérte az egybegyülteket, hogy hagyják békén a terhes Dianát. Az egyetlen különc Kelvin McKenzie volt, a Rupert Murdoch médiabirodalmának egyik pillére, a The Sun képviselője, aki megüzente, hogy sajnos nem tud jelen lenni, mert már elég érkezett egy másik találkozóda a munkáltatójával. Egy másik alkalmazott később büszkén mesélte, hogy nem hisznek a régi rendelten lefektetett szabályokban, ki nem mondva az volt az üzenet, hogy nem fognak úgy táncolni, ahogyan a palota fütyül. A News of the World képviselője, Barry Eskew volt olyan arcátlan, és neki szegezte a kérdést második Erzsébetnek, Hogyha Lady Di cukorkát akar vásárolni, akkor miért nem egy szolgálót küld maga helyet, Mire a királynő azzal reagált egy mosoly kísérletében, hogy miért a pán nagyképű ember ő, mire a többi újságíró nevetésben tört ki, érzékelhetően azért, ahogyan az uralkodó reagált. Eszkült egy hónappal később felmentették az újságírói feladatai alól, mert a fáma szerint felidegesítette murdoch ha bár nem tisztázott, hogy azért, mert lejáratta magát a találkozón, vagy szimplán azért, mert részt vett rajta. Noha ez az uralkodói utasítás precedens nélküli volt, Lady Campbell szerint úgy is lehetett értelmezni, hogy a királynő súlyosan megsértette a sajtószabadságot. Szerintem pedig a történet egy kimagasló példa arra, hogy második erzsébet igenis kiállt a menye mellett, Főleg, hogy megtölte a nem agyrászkodj, ne panaszkodj szabályt, amihez a Monatia gyakorlatilag tűzön vízen átragaszkodik. 1982. februárjában a Velszi hercegi pár a Bahamákra repült egy második nászótra, ami egészen szerencsésen alakult, és végre minőségi időt tudtak együtt tölteni. A királynő korábbi intése pedig mit sem számított, ugyanis több fotós is a helyszínre utazott, akiknek egy bikini és Diana hercegné lett a jutalma a csinosan dombododó 5 hónapos terhes pocakjával, a képek pedig szinte azonnal a The Sun címlapján landoltak. A királynő ezt gyakorlatilag személyes sértésnek vette, és kiadott egy közleményt, hogy a menye megánszférájának támadása ízléstalan viselkedés, és az általános brit sajtó gyakorlaton is túltesz. Ez még azelőtt volt, hogy Demi Moore mesztelenül pózolt volna hatalmas pocakkal, a 80-as évek elején a jelenhez az egyébként is minimum 20 évvel lemaradt monarchia szemében már, már pornográfnak is minősült ez a fajtalási fotó, ami ráadásul a leendő királynéről készült. 1982. június 21-én megszületett Miamas herceg, melynek tiszteletére 41 ágyúlövést adtak le a Hyde Parkban, a Westminster Abbey-ből szólt, a bolvás sajtó pedig szentimentális örömtáncot járt. Kárda herceg egy gyémántokkal és gyöngyökkel kirakott nyakláncot ajándékozott a feleségének a hálája jeléül, aki feltehetőleg leginkább azért volt hálás, hogy egyrészt egészséges gyermeke született, másrészt pedig, hogy a belügyminiszter helyett a férje volt jelen a 16 órás vajúdás alatt és a szülésnél. 1946-ban a 6. György el azt a rendelkezést, hogy a mindenkori belügyminiszternek jelen kell lennie minden királyi bébi születésénél, hogy elkerüljék annak az 1688-as fiaskónak a megismétlődését, amikor második Jakab felesége szülésénél kicserélték az újszülöttet. Második Erzsébet első megjegyzése, amikor megpillantotta a kisded Vilmos herceget, az volt, hogy hála a mennyeknek nem az apja füleit örökölte. Vilmos herceg születése úgy tűnt, hogy varázsütéste megváltoztatta a dolgokat, kell, hogy úgy írt a fiádal és a szüléstől, hogy többet jelentett neki, mint amit valaha el tudott képzelni, és hálás, hogy Diana mellett lehetett, mert úgy érzi, mélyen megosztoztak a folyamatban, amelynek a végén egy olyan csöpteremtés jött világra, aki csak hozzájuk tartozik, és egyébként mindenki máshoz is. Diana-nak nem titka célja volt, hogy felrúgja a királyi gyakorlatot a gyermeknevelés kapcsán, a részben ezért is kérte a férjét, hogy legyen jelen a szülésnél. Később kell, hogy korábbi dadája, Mabel Anderson helyett Barbara Bounce-t alkalmazták, aki Lady Glencanner nem szokmányos háztartásában szolgált korábban. A Versi hercegi párti most születése után egy hathetes új-zélandi és ausztráliai királyi körútra küldték, ahol ismét nem szokmányos módon a 9 hónapos gyermekük is a párral tartott. A baba születése után azonban csak két hónapig tartott a béke és a nyugalom, majd Diana szülés utáni depressziója súlyosbodott. Lady Campbell szerint Diana szoptatott, aminek kapcsán a hercegné súlya és az érzelmei is stabilizálódtak, és egy rövid ideig kár, hogy úgy érezhette, hogy visszakapta azt a lányt, akinek megkérte a kezét. A szoptatás után, és itt igazából nem tudom, hogy mennyi ideig tartott, mert eddől egy könyv sem ír, leadta a maradék súlyt is, ami a terhesség után rajta volt, majd visszatértek az érzelmi viharok és az étkezési zavarok, amiket a fiatal édesanyja környezete is észtövett. Károly Herceg törölte a naptárából a hivatalos elfoglaltságait, és otthon maradt a feleségével és a gyermekével. Ezen a ponton ismét felvetődött a szakember segítségének a kérdése, melyben a Verszi Herceg támogatta a feleségét, noha 82-ben a pszichológia és a pszichiátria sem volt olyan fejlett, mint az orvostudomány úgy általánosságban napjainkban. Stigma ide, annak a ténye, hogy a királyi család tradicionálisan zárkozott oda, Lady Campbell szerint a királynő, Fülöp herceg, Margit hercegnő és egyéb a királyi családtagok is konzultáltak pszichiáterekkel időtől időre, még azokban a jellemzően történelmi időkben is, amikor a pszichiátria a mai -nál sokkal a stigmatizáltabb volt, és ha ez kitudódik, szimplán bolondnak titulálták volna őket. Ettől függetlenül sajnos Diana továbbra is tagadta, hogy bármi problémája lenne. Kelly hiába próbálta győzködni, Diana azt mondta, a gondjainak semmi köze a múltjához, jól volt, mielőtt a királyi család életmódja berántotta volna, mert ez az ő igazi problémája. Diana hercegné betegsége kapcsán nincs hivatalos diagnózis, egyrészt mert alapos és őszinte kivizsgáláson nem esett át, Másrészt a 80-as évek elején azok az orvosok, akik találkoztak vele, nem tudták pontosan, hogy mentális betegséggel küzd, vagy pszichotikus tohamai vannak. A Velszi hercegné produkált skizofrén és paranoi tüneteket is, de erős gyanú merülhet fel a személyiség személyiségzavarra is. Abban viszont egyetértettek, hogy nem klasszikus skizofréniában szenved, ami egyébként örökletes betegség. Így a család szempontjából még nagyobb fejfájást okozott volna egy ilyen diagnózis a trónörökös egészségét illetőleg. Nicholas Soms, Diana egyik ismerőse szerint a paranoia nagyon is megelte a helyét, és szerint ezeknek a paranoid epizódoknak a tartalmai nem is állhattak volna messzebb a valóságtól, melyek alapján mindenki a hercegnének akart keresztbe tenni valamilyen módon. Kathleen Soms, Nicholas felesége közeli barátnője volt diana akit a hercegné 95-ben azért száműzött az életéből, mert azt hitte, hogy bizalmas információkat szivárogtat ki róla, aminek elmondása szerint nem volt igazság alapja, de ha egyszer Diana valamit a fejébe vett, akkor semmi sem változtathatta meg a döntését. De a heves tiltakozása az orvosok ellen azon az elgondoláson alapult, hogy szerintem mivel ezek a doktorok nem mentek keresztül azon, amin ő, így nem is érthetik meg őt igazán. Bármi volt is a Velszi hercegné betegségének a neve, amelyet gyermekkorában is tettan érthető mindent vagy semmit, illetve az egyik pillanattal a másikra megváltozni képes hangulat és személyiség is bőven idesodolható. Természetesen Diana nem mindig csak képzelte a problémákat, hiszen a valóságban sajnos nagyon is jelen voltak. 1983. márciusában a 6 es Új-Zélandi és ausztrál Tornén bebizonyosodott, hogy a fiatal verszi hercegné gyakorlatilag a nemzetközi szuperszterokéval vetekedő népszerűségnek örvend. Ez a férjét, Károly Herceget halálra rémítette. Közel 200 fotós vett részt a túrán, akiknek a fotóin körülbelül 92-8% arányban látható Diana és Károly. A királyi utazás elsődleges célja az volt, hogy a mogorva és egyre republikánusabb ausztrálokat észhez térítsék, hogy még mindig van létjogosultsága a monarchiának. A Diana varázs úgy tűnt, hogy azonnal működött, a tömegek a fiatal hercegné nevét kiáltozták, és teljesen eszüket vesztették, amikor az feltűnt. Korábban közel egy évtizeddel azelőtt tapasztalt hasonlót a világ a Beatles kapcsán, Lady Di pedig a Beatlemania koronás verziója volt az új évtizedben. Brisbane-ben 400 ezer ember gyűlt össze, Sydney-ben nem lehetett látni az operaházat az emberek tengerétől, akik nem csak a szárazföldön, de a vízen, hajókban is tömegeket alkottak. Az emberek szeretetének megnyilvánulása új önbizalommal töltötte el akinek enyhült a depressziója, és a férjével közös dinamika is változó félben volt. Nem volt minden tökéletes, de úgy tűnt, mintha rendeződnének a dolgok. hogy büszke volt a gyönyörű feleségére, noha feltehetőleg emésztette az irítség valamilyen formában, hogy csak úgy, mint Walesben, Ausztráliában is kifejezte a tömeg a csalódottságát, amikor Diana helyett a herceggel kellett beérniük. – Nem fair, igaz? Vissza kellene kapniuk a pénzüket – mondta Kádai egy bánatos mosolyjal. Diana később Mortonnak beszélte arról, hogy kádai feltékeny volt rá, amit a hercegnél megértett, de nem tudta ámigyerezni a férjének, hogy nem ő kérte ezt a fajta tömeghisztériát. Noha a házaspárt kapcsolatába újfajta és nem feltétlen csak pozitív élményeket és érzelmeket vitt a túra, hivatalos szempontból bomba siker volt. A Monarchia pártiak Diana és Kedai turnéja után már dupla anyja voltak egy új felmérés szerint, mint a republikánusok. A hivatalos célt elérték, csak az a kérdés, hogy milyen áron. Diana közben még mindig megszállottja volt annak, hogy mit ír róla a sajtó Ashley Walton, a Daily Express királyi tudósítója szerint. Diana mindent elolvasott magáról, és pontosan tudta, hogy kiadta az adott cikket. Diana növekmű népszerűsége önbizalmat adott neki a palotával szemben is, akik megjegyezték, hogy többet nem viheti magával a fiát egy hasonló útra, mire szimplán csak annyit felelt, hogy akkor ő sem utazik, valamint, hogy egy ennyi idős gyereket nem lehet ilyen hosszú időre magára hagyni, ami a fricskaként is értelmezhető az 1950-es évek első felére visszautalva, amikor a királynő hónapokra otthon hagyta az alig totyogó kisgyerekeit. Évekkel később Diana azt is kikötötte, hogy hétvégére ne ütemezzenek be neki semmilyen hivatalos elfoglaltságot, amikor a fiúk hazalátogatnak a bentlakásos iskolából. 1983-ban Diana hangulatváltozásainak áldozata lett Oliver Everett magántitkár, akinek Károly élethosszígtartó kardiát ígér Diana hercegné oldalán. Diana azonban egyik naptól a másikra levegőnek nézte a férfit, és nem szólt hozzá, aki végül 83. decemberében távozott a Velszi hercegné szolgálatából, és a Vinzott Kastély könyvtárosaként folytatta a pályafutását 1984. januárjától. Ez az eset Diana reputációját nagyban csorbította, mind a palotában, mind a médiában. 1984. szeptember 15-én megszületett Diana és Károly második gyermeke, Harry Herceg, akinek az érkezése sajnos nem mozgósított annyi örömet a szüleiben, mint a bátyja születése. Károly kifogásolta, hogy fiú, és hogy vörös a haja, még Diana a lehető leggyorsabban távozni akart Harry születése után a kórházból, már csak azért is, hogy nehogy az egészségügyi személyzet meglássa a bulimiájára utaló jeleket, amikről nem tett le a második terhessége alatt. Diana ebben az időszakban bizonytalan volt önmagával kapcsolatban, ami nem csak abban nyilvánult meg, hogy Károlyt úgy akarta konzolálni, hogy minden ellen küzdött, ami a férjének kedves volt, például a horgászat, vadászat, kertészkedés vagy a egy új kutya, hanem abban is, hogy a Velszi hercegi pár személyzetének egy részétől megvált. Az egyik ilyen rögtön a dadós Barbara Barnes volt. Diana féltékeny volt rá, hogy túl sok időt tölt a fiaival, és amiatt őt jobban szeretik majd, mint Dianát, Azonban az utolsó csepp az volt a pohárban, amikor a dadust meghívták Mystic szigetére kiemelt vendégként, ahonnan napbarnítottan és ragyogva tért haza, a hercegné pedig kidugta, mondván a dadus elfelejtette, hogy ki is itt az igazi sztár. 1985-ben Tina Brown szerint a pár személyzetéből 40-en mondtak fel addigra, feltehetően azért, mert kiszámíthatatlan volt a, a hangulata, egyszer édes, mint a cukor, máskor pedig egy vulkanikus robbanás, és sosem tudhatták, hogy mikor melyikben érik, ha bár tény, hogy a a csillagokat is le tudta hozni ettük, ha akarta. A távozó alkalmazottak közül talán Károly magántitkára, Edward Aden felmondása a legbeszédesebb, akinek a családja Viktória királynő óta szolgálta a monarchiát. A korábbi problémák elemi erővel tértek vissza, és amellett, hogy tárgyak köttek, tetemes mennyiségű pénzt költött Diana ruhákra, úgy tűnt, hogy egyre inkább hátat fordítanak egymásnak. Diana órákat töltött azzal, hogy a vakmennyi zenét hallgatott és táncolt, miközben Károly Herceg a növényeivel beszélgetett, vagy médiumokat keresett fel, akiken keresztül azt remélte, hogy az 1979-ben az Ira merényletéül esett Dickie Mountbatten szellemével fel tudja venni a kapcsolatot. Kádainak ekkoriban nem csak a feleségével, hanem az apjával, Fülöp Herceggel is hullámzott a viszonya, aki Tina Brown szerint a fia felbukkanásakor azonnal elhagyta az adott helyiséget. Lady Campbell szerint a probléma a forrása abban gyökerezett, hogy Károly idealisztikus és gyakorlatias ember volt, még Diana inkább romantikus és naív, és az volt a közös pontjuk, hogy mindkettejüknek rossz gyerekkori élménye volt, ami miatt érzékenyek és önvédelmezőek voltak. Mindketten olyan társat akartak, aki őket helyezi előtérbe, szerető és támogató, valamint a feltétlen szeretet mellett dominálni is akartak a kapcsolatban. Károly, mint férfi és mint rondrökös azt hitte, hogy ez az ő feladata, míg Diana Spencer lányként abban hitt, hogy ez a nő feladata. A szerző úgy gondolja, hogy ha Diana-nek nem lettek volna problémái, valószínűleg akkor sem passzoltak volna össze, ami feltehetőleg igaz, de szerintem akkor talán kevesebb feszültséget és fájdalmat szült volna ez a házasság, és némi kompromisszummal talán még együtt is tudtak volna maradni. Vagy ha nem, talán a 90-es évek sárdobálásaitól már volna egymást, a gyerekeiket és a környezetüket. Princess Michael of Kent azt írta a naplójában abban az időszakban, hogy szerinte semmi sem tartja össze a párt, nincsenek közös céljaik, Károlynak pedig igazi szenvedés ez a házasság, majd felteszi a kérdést, hogy vajon mennyi ideig tarthat még. Úgy, hogy Diana média királynő lett, gyakorlatilag időbombá tette őt, amiben a kenti hercegnének igaza lett. Peci Patnán beszámolt egy partiról 1984-ből, ahol Diana és Károly is jelen volt, és Lady Susan Hussey jelentkezett be, hogy hogy ment abban a pillanatban, amikor a versziek elindultak haza. Diana továbbra is utálta Lady Hussit, mert úgy gondolta, hogy annak a csoportnak a tagja, aki konzolálni akarja őt. Azon az estén azonban nem Diana viselkedése volt megbotránkoztató, aki gyengéden és gondoskodóan viselkedett a férjével, hanem Károlyé, aki nyíltan elutasító volt a feleségével szemben. Úgy viselkedett, mintha Diana irritáló lett volna, és azt akarta volna, hogy legyen láthatatlan, amivel Diana tisztában is volt, Betsy nem szerint. Diana hasonló élményekkel kapcsolatban azt mondta, hogy Károly fejében valami nyilvánvalóan összekusszálódott, azonban Princess Margaret of Hesse and the Rhine, másnéven Margaret Campbell Getz szerint Károlynál szimplán csak betelt a pohár a felesége szeszélyeit illetőleg. Ebben az időben Károly egyre inkább kerülni kezdte diana aki azt mondta, hogy a megjelzései azt súgják, hogy a férjének viszonya van, habár akkoriban erre semmilyen bizonyíték nem volt, Sőt, a herceg inkább vadátaival töltötte az idejét, mint nőkkel, vagy egyenesen Kamillával, akivel a hivatalos nyilatkozatok alapján csak 1986-ban melegítette fel a viszonyát. Diana azonban hajthatatlan volt, miután 1985-ben a telefon előzményeiben rátalált, hogy Károly beszélt Kamillával, és ez neki elegendő bizonyíték volt, hogy a férje megcsalja, de ebből az is nyilvánvaló volt számára, hogy egész idő alatt megcsalta, amihez Diana szerint a viselkedésének semmi köze nem volt, sőt, ő maga miatt viselkedett úgy, ahogy, hiszen itt ő volt az átatlan szenvedő megcsalt fél. Diana állítólag tovább is ment, és kijelentette, hogy bárki más is zavart lenne, ha a férjének viszonya lenne, és már nem csodálkozik, hogy nem tudta megadni neki azt a szeretetet, amire szüksége volt, ha viszonya van, bloody Camilla f***. Ezt évekkel később azt mondta, hogy 1981 és 85 között ő maga sem hitt benne, hogy Károlynak viszonya lett volna millával abban az időszakban. 1985 azonban vízválasztó volt a házaspárt kapcsolatában, Diana ekkor kezdett viszonyt az első szeretőjével, és nagyjából ebben az időszakban 85-86 között el annyira Diana és Károly viszonya, hogy szerte foszlott minden remény a házasságok megmentésére. Én pedig úgy tűnik, hogy túlságosan optimista voltam azzal kapcsolatban, hogy milyen ütelmen és tudom feldolgozni a Diana Hercegné életéről szóló forrásanyagot, és noha a felvétel és a vágás szempontjából egyáltalán nem optimális az egy órás terjedelem, de ismét így jött ki a lépés. Ennek fényében a néhai Válszi Hercegnéről szóló videósorozat mindenképp négy részes lesz, a folytatásban, ha minden a tervek szerint alakul, akkor az 1985 és a vállás közti időszakot dolgozom majd fel, utána pedig egy külön videót szeretnék szentelni Diana halálának és annak körülményeinek is. Ha pedig tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, és ha érdekesnek találod a tartalmaim, de még nem tetted, iratkozz fel a csatornára. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem találkozunk a következőben. Sziasztok!